Szerbusztok, kedves emberek, én Oszkár vraiok, folytatódnak a Braid végigjátszásomnak a videósorozat epizódjai, a részei, meg ilyenek. Bekopaszottam egy kicsit, mert most ugye elkezdtem edzeni, kicsit komolyabban, keményebben. Már most érzem is a hatását, jobban vagyok, meg fogyok is szépen apránként. Majd lesz arról is egy videó valamikor fogyásról. És hát, hogy könnyebben tudjam karban tartani a fejemet, ugye naponta kétszer edzek, aztán kétszer tusolok utána, és hát, hogy ne kelljen mindig annyit pöcsölni. Na, úgyhogy így egyszerűbb. Na, úgyhogy folytatódnak a kalandok, akkor át is váltok a rekord üzemmódba bele, és akkor folytassuk. Éppen edzés és ebéd után vagyok egyébként. Na, tehát itt a hatodik világ fog jönni, ugye az első ötöt azt már teljesítettük, és akkor menjünk bele a hatodik világba. Ennek az a címe, hogy tétovázás. Egy tökéletes világban a gyűrű talán a boldogságot szimbolizálná, végül is az igaz elhivatottság jelképe. Még ha soha nem is találja meg a hercegnőt, örökké keresni fogja, és mindvégig az ujján lesz a gyűrű. De a gyűrű létét mindenki látja. Mint egy figyelmeztetésként tündököl, az emberek lassabban közelednek, gyanakvóak, bizalmatlanok. A kapcsolatai már azelőtt zátonyra futnak, hogy Tim kinyitná a száját. Idővel aztán megtanult finoman bánni másokkal. Felvette a tétovázók ütemét, gyengéden kerülte meg a védelmüket. De ez kimerítő és csak egy bizonyos fokig működik. Így nem szerezhető meg az, amire szívből vágyunk. Tim inkább a zsebébe rejtette a gyűrűt, ezt viszont nehéz elviselni. Ha túl sokat rejtegeti, lelkének egy részét is elfojtja. Na és akkor az első, az a verem. És ez már most egy advanced változata. Na most itt vajon mit kell csinálni? Ó, le tudom rakni a gyűrűt, aha. És akkor azon belül lassabban telik az idő, aha. De vajon mi a feladat? Oda-vissza. De várj, itt nem is volt semmi. Na, az érdekes, úgy látszik, hogy ez csak egy ilyen demo, de hát ez csak így át kell ugrani. Nincs semmi feladvány, bármennyire is nézem, a puzzle, sincs, semmi. Hát akkor menjünk tovább. Már mi volt ennek a címe? Oda-vissza. Aha. Jó, hát akkor próbáljuk meg így a defaultban megvalósítani a dolgokat. Megvan a kulcs. Megpróbáljuk kinyitni az ajtót. Ja, oké. Tudom, hogy miről van szó. Igen. Igen, tehát itt arról van szó, hogy le kell rakni a gyűrűt, szerintem, legalábbis. És akkor itt belassul az idő. Ezen kívül én viszont tudok gyorsan mozogni. Tehát itt végül is ennyi. Ennyi a trükk. Jaj! Oh yeah! Give it to me! Azaz! Jól belassul! Na, oké, akkor most amelyetünk is. Huhuhu! Vagyis csak ez egy volt, ugye? Aha! Második nincs, te se látsz még egyet, ugye? Királyság! Na, ez mi volt még? Elfelejtem megnézni. Időzítés. Aha. Jó, hát itt gondolom megint ugyanez, hogy le kell rakni, és akkor így innen fogok tudni ugrani. Jaj, ne!
csak lehet, hogy... Lehet úgy kell, hogy egy bizit belassítom. És akkor így. Gyerekek! Nincs oda ötletek. Az ideő relativitása. Zuty, megvan az első. Igen, hát van az embernek ugye olyan feladványok, tehát amire úgy jobban rááll az ember agya. Na. Szóval akkor itt be van. Ha. Igen, ez csak akkor lövődik ki, amikor már megsemmisült az egyik, úgyhogy itt nem tudom ezt a trükköt alkalmazni. Kivéve, hogyha esetleg ide rakom le. Hát nem, nem, nem. Nem, ez itt a logika az, az ugyanaz. Ez hülyeség. Ez hülyeség, kérem. Na, valami ilyesmi. Csak valószínűleg oda fentre kell lerakni, ahol az a virág van. Gyanítom, hogy ez lehet a megoldás. És úgy pont annyira lassul be, hogy át tudok ugrani. Vagy nem? Jó, én maga, csak saját magamat lassítom be. Jó, a gyűrűt azt visszaveszem azért, mert nem tudom, hogyha most átmegyek egy másik pályára, visszakerül az inventorimba. Gondolom visszakerül, de azért nem kockáztatom. Megfele a dolgokat. A levegőben nem tudom lerakni. Ezt is leteszteltem most. Zuhatag. Jó, elaludtam a hátamat. Szóval, zuhatag. Azt a rohadt. Ezt vajon hogy fogom megszerezni? Ja, gondolom, hogy az egyik fickót kell ide leereszteni. Na várja, hú, ez már... Ujjjjjj, ez már bonyolult lesz. Atya úristen. Hova kéne egyáltalán letenni a... Jaj! Próbáltam ráugrani. Ha. Ezek mind elpusztulnak. Az ott fenn mit csinál? Kilő időnként egyet, aha. Ez lehet, hogy az ágyút kéne belassítani? Ajajaj. Aha, és akkor így innen már talán akkor rá tudok ugrani. Ez most pont nem lesz jó. Na majd a követ... Jajjaj.
Valami ilyesmi lesz. Yes, I love. Na, csak ha ez egy gyűrűt kéne valahogy visszaszerezni. Amúgy a következőnek sikerül lejönnie időben. Így van. És akkor zuttyanás van. Jaj, ne! Jaj, ne! Oké, megvan. Na most. Ugyebár, ugye a fenti kulcsot meg kell valahogy szerezni. Valahogy megoldjuk. Júj, besűrűsödik. De végül is lehet jó lesz. Ó. Nem ugrok elég nagyot. Ez a gyűrűt lehet elkéne onnan bennem. Jojoj! 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 Uff! Hú, ez ilyen mátrixos jelenet volt egy kicsit. Na jó. Szóval fel kell oda jutni vele, hogy... Ja, hát persze ott a létre. Mit szarozok itt? És akkor... Hát először is... Egyszerű. Megpróbálom így valahogy. Jaj, értem. Kettőnek a fejéről fogok ugrani. Aha, jó. Azt hiszem megvan. Már csak akkor annyi, hogy ide teszem le. Sőt, lehet, hogy... Hogy várj, csak hogy leteszem ide. Egy kijött. Persze ez lehet, hogy nem pont rossz helyre tettem. Na jó volt az alapból. Úgy leteszem. Igen, ez valami ilyesmi lesz. Hozzá valószínűleg itt a pályának a végére kell rakni, mármint ennek a izének így a végére. Jó, ez most megy a levesbe, de a következő. Hát csak először lehet, hogy nem is jobb oldalra kéne eljutni, hanem bal oldalra. Tehát ide fel. Ha? Ez az. Megvan. Fú, jó, megvan a kulcs. Jó, most már csak valahogy jussunk vissza. Na! Oh, majdnem a fejemre esett. Na igen, a kulcs az ott van. Jó, hát itt meg most akkor megint az van, hogy adjad ide az izét. Ezt nem tudom letenni, ezt a kulcsot.
fel kell venni a izét, gyűrűt. Jó. És akkor hát igen, itt most valahogy úgy kell, hogy most ha ide teszem le, akkor ezzel belassul az a lenti ágyú. Júj. Júj. És akkor igen, van ez meg, az meg felmegy. Hmm. Na most ez ugye nekem azért jó, mert akkor azt a baloldali lentit azt meg tudom szerezni. A fentit azt meg... Van egy elképzelésem. Jó, próbáljuk meg. Hogy annyi. Hmm. Lehet, hogy rossz helyre raktam le. Mégiscsak azt a gyűrűt. Lehet mégsem ide kell, nem lassul be eléggé. Egy pillanat, mindjárt jövök. Na, itt vagyok. Szóval... Hol kéne tenni szerintetek a gyűrűt? Ugye itt nem volt jó. Márpedig azt az ágyút nagyon... Hát igazából rá kéne ugrani valahogy. És azon gondolkodok, hogy ha leeresztenék... Ugyan, nem figyeltem közben. Hogyha leengednék oda egy olyan fenti fickót, tehát megoldanám azt, hogy le tudjon oda jutni. Akkor esetleg... őróla fel tudnék ugrani az a lenti ágyúnak a tetejére. Igen, ez lehet, hogy... megoldás. Csak várja valahogy akkor úgy kell... Igen, hogy egyrészt, hogy le tudjon jutni. Hát ez így nem lesz jó. Essem. Na, ez talán. Na. Jaj, várja. Valami, na, majdnem jó volt. Pedig majdnem jó volt. De miért nem tudok felugrani? Ez lesz az, jó van. Na így már kényelmesen ki tudom nyitni az ajtót. Sőt, meg tudom ezt is húzni. Ez az.
Most már csak a gyűrűt kéne valahogy visszaszerezni, ha egyáltalán vissza lehet. De várj, először is. Anyád. Na. Igen, tehát ezt mindenképpen meg tudom szerezni. Na most nem tudom, hogy elmerjem-e hagyni a terepet. Na jó, megvan. Úgy látszik, hogy megmaradt. Kiotapad a talpam. Na szóval akkor igazából már csak a fenti kéne. Jó, hát viszonylag sejtem, hogy mit kell. Hát vagy a liftet kell belassítani, de azt nem tartom valószínűnek, mert akkor a kart nem tudom elérni. Mert ugye az ágyút is be kell hozzá lassítani. Tehát akkor marad az, hogy azokat a kilőtt fickókat lassítom be valahogy ügyesen, és akkor az egyiknek a fejéről, tehát kettőnek a úrok a fejére, és akkor onnan jutok fel a fenti platformra. Tehát szerintem valami ilyesmi lesz. Igen, tehát magát a liftet csak azért kellett megemelni, hogy azt a lentit el tudjam érni. Igen. Na jó, hát hova tegyük akkor vajon a gyűrűt? Hát szerintem ide kéne valahol, nem? Várj, csak most ez így... Igen. Jó. Majdnem. Na még egyet. Fú, háromszoros ugrás. Azért ez nem semmi volt. Add vissza a gyűrűt, köszönöm szépen, és mind a három megvan. Halleluja! Na, hol van a kijárat? Ott lent. Okay. Na, hát ez nem volt rossz. Áthatolhatatlan sövény. Júj! Aha. Jó, hát ez... sejtem, hogy mit kell. Na várja. Tehát itt van az a platform, ami lentről felfele megy. Szerintem, hogy ide leteszem a gyűrűt, akkor belassítom annyira, hogy a fenti ki tudjon csusszanni. Csak így simán meg kell ölni. Igen, és akkor most már még várhatok egy picit. Ez az, és akkor már most kész. Ez az. Megvárjuk, amíg kicsúszik. És akkor ez végül is, ezt a feladványt már megoldottuk egyszer. Csak akkor még ugye mások voltak a feltételek. Itt kettő darab puzzle feladványt kell megszerezni. Hát remélem, hogy ez a megoldás, tehát hogy ezt így nyugodtan megvárhattam, lehet, hogy elég lassan alakult így ki, úgyhogy lehet, hogy más kellett volna, de jaj, meglátjuk, és akkor itt vannak jó kiárat. Ha. Jó.
Noj. Erre mi van? Hú, mi van itt? Jújjúj. De mert hogy jutok oda fel? Vaj, lehet, hogy itt még halad, lehet haladni felfelé, vagy mi ez a platform itt? Lehet, hogy ez ilyen repülős platform. Na majd akkor ezt lassítsuk be. Ne harapjon ilyen gyorsan. Ja, és akkor ugrok ide fölfele. Nem tudom használni ezt a platformot. Úgyhogy akkor ez valószínűleg valami más célt szolgál, lehet, hogy semmi. Jui. Lehet, hogy semmit. Igen, ez megvan. Jó. Egy zenékbe lassú. Na jó, ez a herecsüppentő. Jó, akkor mehetünk, de az egyik az már legalább megvan. Ez volt a könnyebbik érzésem szerint, meg nem tudom, hogy a másikat azt hogy lehetne. Ez a fénylés az csak ilyen díszítő elem, amíg most már látom. Ja, jót, jó, oké. Igen, szóval abban kell neki segíteni, hogy ki tudjon jönni. Jaj. Ha. Na, szóval a lényeg az, igen, hogy úgy kell belassítani őket. Tehát, hogy olyan ritmusba kell őket hozni, ezeket a harapó szörnyeket, hogy ezek, hogy ki tudjon jönni ez a cucc. Szóval még egy picit ezt lassítani kell. Á, mindig nem jó. Na így már talán oké. Igen, csak az a baj, hogy... hogy igen, az egyik hatással van a másikra. Tehát túl közel vannak ezek a harapószörnyek ahhoz, hogy lerakom ezt, és a széle egy picit belassítja a másikat is. Tehát akkor itt végül is a megoldás talán annyi, hogy a kettőt egyszerre kell. Várjál. Igen, mert ezt a szélsőt, ezt be tudom lassítani így is, hogy óvatosan ide elhelyezem. Igen, és így akkor nincs hatással a izére. Várjál, mindjárt lehullanak ezek. Ujj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 
Ja, és hogy nincs rájuk hatással az idő. Jó van, megvan. Fú! Azt a rohadt. Most érzem csak a hátamat. Ja, meg ezt a hátmasszírozó gépet is használtam, lehet, hogy az nyomta szét. Felvonó mű. Úristen, három pazó. Jó ég. Felvonó mű. Jaj. Ujj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 
Próbáljuk ezzel a jobb oldalival, ez valahogy szimpatikusabb. Mi történik itt? Igen, tehát ez történik. Ja, hogy itt nincs hatással a időlassítás. Ez most komoly. Nem tudom, lehet, hogy... És akkor most ezt itt meghúzom. Ha lejön a izé. És ez most miért jó? Ja, mert hogy izé. Emlékszem erre a feladványra, igen, ez valami olyasmi volt, hogy be kellett magam ja igen, oké. Tehát ezek a platformok... Jó, ez nem kell trükközni. Szóval, hogyha ráállok erre a platformra, akkor egy darabig zölden világítok, látod? Ami azt jelenti, hogy egy darabig időn kívül vagyok. És akkor azt a baloldali létrát... Aha, igen. Azzal kell szórakozni. Csak már most az a baj, hogy megszűnt. Ez van, most lehet, hogy elcsesztem. Na várja. Igen. És arról nem is beszélve, hogy még oda fentre is valahogy el kell jutni. Az még lehet, hogy nem is annyira tartozik a nehéz kategóriába. Dehogy nem. Jó, hát akkor ide leteszem. Lehet. Hát igen, szóval mindenképpen valahol ide kéne lerakni, hogy ott át tudjak menni, és még úgyis nagyon ügyesnek kell lennem. Várj, itt biztos van valami trükk. Most előre nem tudom tekerni, igen, mert felengedtem a shift gombot. Jó, megvan a megoldás, oké. Okay. Ez is a lényeg az, hogy igen, amíg a platformon állok, addig időn kívül vagyok. De az időt tudom visszapörgetni magamon kívül, tehát hogyha lerakom ide ezt, akkor ide nem fogok visszatérni, miközben pörgetem vissza az időt, mert a platformon állok, tehát ez a trükk. Hát csak ez az. De mit csinálsz? Elégy már ilyen állat. Ja, várjál, nem... Most izé, mit csinálsz? Mit csinálsz? Várj, ez így nem jó. Hogy csináltam az ő? Várjál már, he. Hogy jutottam oda fel az előbb? Ide álltam.
Na várjátok, ide leraktam a izét, ugye? És akkor felvettem a izé gyűrűt. Aztán leraktam ide megint. Folyik itt. A gyűrű. Kerüljön oda a gyűrű. Na. Nem, nem került oda a gyűrű. Na várj, valami, valami trükkje van ennek. Az biztos, hogy na várj csak. Mi van akkor, hogyha lerakom ide a gyűrűt? Várunk egy kicsit. Itt már ilyen ötödik dimenzióban kell gondolkodni. Jó, akkor most felveszem, most leteszem ide, hogy el tudjam érni a platformok mozgása miatt a cuccot. Ugye? És akkor... Ez az. De a gyűrű az miért nem jelenik meg? Még valami ilyesmi. De hogy csináltam az előbb, hogy jó volt pedig? Valami ilyesmi lesz. Igen, és akkor most megyek a platformra, szóval itt nem is kell igyekezni. Ha jól értem. Igen. Tehát itt egész egyszerűen csak meg kellett duplázni a cselekményt. Ennyi. Oké. Okay. Jó, azért picit kellett gondolkodni. Na, ez megvan. Ha vele ki is megyek, akkor az ajtón, hogy biztosan akkor ez meglegyen, oké. Okay. Akkor a, még kettő van. Na igen, ez meg már úgy működik. Igen, most már azt emlékszem rá. A létrás dologra. Hogy először is már ezt itt leengedjük. Igen, és akkor gyakorlatilag most le kell engedni ezt. Bluty, bluty, bluty. És akkor most picit várunk. Vagyis hát nem az, hogy várunk, hanem semmi izé nincs. Ráállok erre. És akkor, ha minden igaz, akkor ráállok. Most elkezdem visszafelé pörgetni. Jó. Oké. Okay. Várj csak, tehát ide lerakom ezt a szart. Oké.
új taktika. Húha, meghúzzuk MSR-t. Engedjük Amasart. De nem akartam lerakni, he. Nem, valószínűleg nem véletlenül van itt ez a platform, és szerintem ide kell lerakni ezt a szart. Szóval valahogy úgy kell, hogy igen, amikor így elkezdene visszafele csorogni a létra, akkor a csorgatását lassítom be, és akkor le tudok ugrani. Csak hát ez az, hogy most ez így nem oké. Szóval igen, a zuhanását kell valahogy belassítani, és akkor van időm leúrani, és ráúrani, felmászni, és onnan be a puzzle-hoz. Csak hát most akkor... De most mit keresett az izé? Jaj, de leraktam véletlenül, de nem akartam pedig. Na, várja. Igen, szóval ez az alaphelyzet. Jó, volt egy ilyen gondolatom, hogy ide teszem le. Most, hogy ezt meghúzom, akkor hát lassítja valamelyes, de nem azt lassítja, amit igazából kellene. Itt hát, hogyha arra jobban rááll az agyam. Itt valami trükk van, amire most így nem jövök rá. Itt valószínűleg csak be kell lassítani a dolgokat. Itt lehet, hogy ez még működik is. Így simán. Aha. Még ez is. Ja. Ez vajon? Igen, nyilván a visszaút az, ami lehetetlen. Na most, ezt meghúzom, akkor mi történik? Vagy akkor megszerzem a izét. A kulcsot. Jó. Ha ez meg, akkor a visszautat garantálja. Jó, sejtem. Gyanítom, hogy itt az lesz, hogy ide kell lerakni a gyűrűt. Vagy most még felveszem. Tehát, hogy majd a lefelé menetben kell aktiválni. Tehát ide lerakom, és akkor most aktiválom ezt a kart, és akkor ez most belassítja ezeket a szarokat. Úgyhogy le fogok tudni jönni. Remélhetőleg. Azt a rohadt. Lehet, hogy most elcsesztem. Ja, lehet, hogy nem, mert az ott megáll. Aha. Oké. Okay. Jaj, én vissza tudom venni a izét? Vissza. Jaj, de jó. Még bizonyos közelségben kell lenni. Jó van, megvan a második. Na, akkor nézzük meg még azt a harmadikat. Mi a tő így? Pedig elméletben tudom a megoldást, csak gyakorlatban nem tudom kivitelezni, vagy nem tudok rájönni, hogy most itt mi van. Szóval... Szinte biztos, hogy ez így oké, mert ennek így kell lennie alapból. Szinte biztos. A kérdés az, hogy most hova tegyem le a izét? A gyűrűt.
Ugye amíg én itt állok, addig én rám nincs hatással az idő visszapörgetés, viszont minden más visszapörgetek. Azt hiszem, hogy megvan. Így gondolkodtam közben. Szóval nem véletlenül van ez a kettő külön választva, ez a két platform. Valószínűleg ezeket így, a lentit azt a baloldali bal oldalára el tudom szépen súvasztani. Igen, mutatom, hogy végülis ennyi. Most már vissza is tudom szerezni a izét. Jaj, csak elbasztam a izét, mindegy, ez nem baj. Hát úgyis átment a túloldalra a platformra, most akkor itt annyi van. Itt most így szépen ezt így megcsinálom. És akkor a létra, jó, persze várjál, lehet, hogy a létra az, igen, most rosszul csinálom, jó, mindegy. Megvan a megoldás egyébként. Kilépek, vissza, és igen, tehát akkor itt most annyi, hogy ahogy az előbb, ezt most még egyszer megcsináljuk. Ez nem lesz elég? Honnan? Jó, picit akkor várok tovább. Jó, ennyi már biztos elég lesz. Na, tehát ez így megvan. És akkor innen ugye át tudok ide ugrani, na most. Most jön a lényeg. Azt hiszem legalábbis. Most ezt ide engedem. És akkor szépen ide felugrok. Ide leteszem ezt. Még egyszer így körbe megyek. És akkor ez a gyűrű fogja belassítani majd a dolgokat. Ide állok. Na és most figyelj. Csesztem valamit. De most ezt nem értem, várja. Mi történik? Ez az. Na így.
Igen, szóval ez már ilyen 20. dimenziós feladvány volt. Na de meg volt, sikerült, jaj, de jó, okosak vagyunk. Egy másik kastélyban. Ajjaj. Ez meg mi? Egy feladvány van. Ujjúj. Hát ez fenébe fog lőni. Na, itt van egy ilyen izé. Aha. Ezt meghúzom. Júj! Kiesik az izé. Én már jót le tudok ugrani jobb oldalon. Persze most mit csinálok, várjál, nem fog történni semmi. Na várjál, tehát... Tehát ahhoz, hogy meghúzzam a kart, ahhoz fel kell jutnom. Kulcsra szükségem van, hogy ki tudjam nyitni az ajtót. Jó, hát feljutni fel tudok. Ez még a könnyebbik része a dolgoknak. És ezt így meghúzom. Leesik a kulcs. Most időn kívül vagyok. Ezt nem értem. Jaj, várja. Jó, akkor ezeket skippeltem. Aztán megvan a megoldás. Hát... igen, ez is egy elég érdekes metódus. Nem biztos, hogy fog működni, de majd mindjárt meglátjuk egy pillanat. Az a legjobb, ha reszetálom az egészet, szóval gyanítom, hogy igen... Tehát végülis egyszerű a dolog. Tehát... Az agyam azt nem tudja feldolgozni, hogy itt ilyen idő történések vannak. Tehát most, hogy ide lerakom a kulcsot, akkor ez ide le van rakva, és a timeline-ban itt ez egy keyframe-ként tekinthető. Na most akkor felveszem. Igaz, hogy most nincs ott, de majd a múltban, vagy a jövőben ott lesz. És akkor most itt ugyanúgy feljövünk, ahogy eddig, előzőleg. És akkor annyi, hogy most addig pörgetem vissza az időt, amíg megjelenik a túloldalon a gyűrű, és akkor kész, elengedem. És a gyűrű ott van. Szóval ennyire egyszerű végül is.
És akkor most már szépen vissza tudok menni. Ja, vagy van, hülye vagyok. Nem, igen, meg kellett volna húznom a kart. Na, oké, meghúzom. És akkor most láss csodát. Ez az. Na, tehát akkor megvan a izé. Ja, hát a gyűrű az lehet, hogy így most elveszett. Igaz, lehet, hogy elveszett. Ha. Ezt nem tudom visszaszerezni. Igaz, az lehet, hogy annak annyi. Na de várja, végül is most. Gondolkodjál csak. Gondolkodjál csak, paraszt. Dead. Hát még így egyszerű is vissza lehet szerezni. Jó, na mert akkor itt most már csak megint be kell lassítani a dolgokat, és kész. Oh yes! That's right. Na és akkor mehetünk jobbra. És akkor most jön a kastély? A Super Mario-ban. Sokáig tartott, mire ide értél. De végre elmondhatom neked, hogy a hercegnőt egy másik kastélyban találod. Én egyébként sosem láttam. Biztos, hogy létezik? Na, hogy létezik. Meg is fogom találni. Addig nem nyugszok a lelki békémért cserébe. Na nézzük, ezt akkor olyan hova kell. Ibri-bri-bra. Jaj. Bocsánat. Bocsánatot kihányok. Igen. Először akkor rakjuk össze azokat, amik így könnyebben összeillenek. La 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 la. La 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 la. Gondolom, hogy valahogy ide jön. Akkor már csak ezt a fentit kell megtalálni. Vagy valószínűleg ezek illenek össze valahol. Ha. Oké. Molekula, molekula. Jó, igen, most már látom, hogy mi a kép. Én most nézem. Ez nyilván ide jön. Thank you.
ez az? Mit ábrázol ez a kép? Nem is értem, itt valami robbanás történik, vagy mi ez? Valami város, McDonald's, mosolygós pofa, esik az eső. De mindig meg van oldva. Úgyhogy akkor a WC-ben ott nincs mit tenni. Ja, ez volt a izévilág, és akkor ha minden igaz, akkor most megnyílt a felfele vezető szakasz. Jól gondolom. Igen, ezek a létrafogók így apránként alakulnak ki. Igen, tehát ez van a tetőtérben. Na, de a végjáték az majd a következő epizódban fog eljönni, remélem, hogy azt is megnézitek majd. Érdekes lesz, érdemes lesz megnézni. Úgyhogy dupla tanulságot fogunk levonni a következő alkalommal. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, hozd meg, lájkold, és cuppantás, és iratkozz fel, légy szíves, hogyha megteheted. Egy kattintás az egész. Cupp.